Ezzel a gyártósort szimuláló gépsorral bővül a Tolna megyei szakképzési centrum, melyhez a gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések című projekt keretében jutottak hozzá. A projekt edukációs és szolgáltatási platformot teremt a munkaerőpiac által igényelt szakmai, valamint kompetencia és készségfejlesztő képzéseknek. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja arról mesélt, hogy első körben az oktatóknak kell tanulmányozni a modern szerkezetet, a nyár folyamán lesz lehetősége megismerkedni a kollégáknak a gyártósori elemmel. Nagyon örömteli eseményen veszünk részt. Egy gyártósori, ipar 4.0 eszközt, egész pontosan egy gyártósori szimulátornak az átadása történik. Ez egy pályázat segítségével került beszerzésre. Az Innovatív Képzést Támogató Központ ZRT a pályázati konzorciumnak a vezetője és a Tolna megyei szakképzési centrum azon konzorciumi tagok egyike, akik részt vehetnek ebben a fejlesztésben. Az eszköz, ami most átadásra kerül, egy nagyon csúcs technológiát képviselő eszköz. Azt gondolom, hogy egy olyan eszköz került most a centrum birtokába, illetve egész pontosan ide az ADI iskolának az egyik tantermébe, amely országos szinten is legmagasabb színvonalat képviseli, és nagyon bízom benne, az oktatásunk színvonala ezáltal még jobb lesz és magasabb szintű lesz. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az oktatásba be tudjuk mutatni és be tudjuk hozni azokat az eszközöket, amivel a valós életben is kint a nagy cégeknél is dolgoznak a cégek, vagy dolgoznak az emberek. Ez az eszköz, ez tulajdonképpen egy kicsinyített része, egy szimulációs része, egy olyan nagy gyártósornak, amelyiket bármelyik óriási nagyvállalat, aki gyártással foglalkozik, működtet. A csúcs technológia pedig azért nagyon fontos, mert olyan mértékben fejlődik az ipar, és olyan mértékben fejlődik a technológia, hogy azt egyébként iskolai szinten nagyon nehéz lenne lekövetni, ha nem lennének ilyen eszközeink. Úgy tervezzük, hogy napi szinten, akik az elektronikával, pneumatikával, tehát gépészeti területtel foglalkoznak, az ő számukra biztosan napi szintű használatba kerül. A technika fejlődésével az oktatás színvonalának is lépést kell tartania, így érhető el, hogy a legjobb szakemberek kerülhessenek ki az intézmény falai közül. Talán mögöttem egy olyan csodálatos gép, ami annál szerintem sokkal többet tud, mint én. Meg kell barátkoznunk nekünk, korosabbaknak azzal, hogy olyan technológiák, technikák vonulnak be az ipari termelésbe, de a mezőgazdaságba, a mindennapi életbe, amely számunkra vadidegen. Egyrészt azért, mert olyan mérhetetlen tudással rendelkeznek, másodszorban azért, mert olyan hatékonyak, harmadsorban, mert olyan drágák, negyedsorban pedig a mi életünket fogják a jövőben megkönnyíteni. Nincs más választásunk. Rá kell lépni erre az útra, és meg kell próbálni a fiataljainkat olyan módon oktatni, tanítani, hozzászoktatni ehhez a rengeteg új ismerethez, ami felvértezi őket arra, hogy amikor majd munkába állnak, akkor sikeresek tudnak lenni, és tudják alkalmazni ezeket a berendezéseket. Ezzel kell kibékülnünk, ezzel kell megbarátkoznunk, és ezt kell a fiataljainak megtanulniuk. Én már hiába tanulom, nekem már ez a technika nagyon távol van, de szurkolok, hogy ezek megvalósuljanak, hiszen ez nem csak a társadalmaknak a stabilitását, fejlődését teszi lehetővé, hanem a fiataljaink boldogulását, munkahelyét is fogja majd biztosítani, és ennél több nem kell. A fiataljainkat érdeklik az új dolgok, főleg az ilyen technikák, amelyeket először csak úgy távolról néz meg az ember, és utána közelít, és megpróbálja fölmérni, hogy mit lehet ehhez hozzászólni. Őket ez érdekli, és rettenetesen fogékonyak. Egy konkrét példa, mobiltelefon vagy számítógép verhetetlenek. Tehát ők már tudják, nekik a vérükben van. Nekem ez már nincs, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy megismerkedjenek vele, tudják alkalmazni és hasznára váljon a családjuknak, országnak, társadalomnak, összesen a világnak. Egy jól képzett szakember a mai világban könnyen kereshet többet, mint diplomával rendelkező társa. Nagyon örülünk annak a lehetőségnek, amivel most ide érkeztünk. A lényege a dolognak, hogy az automatizált világ az folyamatosan nem halad, hanem robog, és gyakorlatilag ehhez szakképzett munkaerőre van szükség, és hát minél képzettebb egy ember, annál magasabb szintnek és elvárásoknak tud megfelelni, és gyakorlatilag itt helyben, ezen a szimulátoron nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tanulni, és mivel
vagy amikor már egy termelő üzembe kerülnek, akkor megfelelő alapossággal és megfelelő tudással vannak felvértezve, úgyhogy a kiemelkedő színvonal üzemekbe is hely tudnak állni. A pályázatnak köszönhetően diákok százainak nyílik lehetősége végigkövetni a modernkori gyártósor állomásain zajló folyamatokat.